5 éves az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás a migrációs válság kezeléséről. 2016. március 18-án Brüsszel és Ankara közös 9 pontos nyilatkozatot fogadott el. A megállapodásnak most az ad aktualitást, hogy Görögország arra kéri Törökországot, fogadja vissza azokat a görögországi szigeteken tartózkodó migránsokat, akiknek menedékjog iránti kérelmét korábban elutasította. 1450 ember tartózkodik most Lesboszon, úgy gondolom ez nagyon jó lehetőség Törökország számára, hogy megmutassa hajlandóságát az Unióval való együttműködésre és a közös nyilatkozat fenntartására, mondta a görög migrációs és menekültügyi miniszter. Brüsszel szerint azonban Törökország az elmúlt évben befagyasztotta a migránsok visszafogadását. Ylva Johansson uniós belügyi biztos ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a megállapodás értelmében Törökországból menekülteket telepítenek az EU tagállamaiba, Törökország pedig visszafogadja a görög szigetekre érkezett menekülteket. A projekt megszakadt egy évvel ezelőtt a koronavírus járvány kitörése miatt, majd augusztustól az EU folytatta a törökországi menekültek áttelepítését. Azóta mintegy 2500-3000 menekültet telepítettünk át, Törökország azonban nem folytatta a görög szigeteken tartózkodó migránsok visszafogadását, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, mondta Johansson. Törökország úgy nyilatkozott, hogy azért nem fogad vissza migránsokat, mert az Unió nem tartja be a megállapodást. A törökök nagyobb pénzügyi támogatásra számítanának az EU-tól, illetve együttműködésre szólítják fel az Uniót Észak-Szíriában, hogy előkészíthessék a menekültek hazaszállítását. Josep Borrell uniós főképviselő ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a közös nyilatkozat, melynek megújításáról vagy meghosszabbításáról tárgyalnak, továbbra is hatályban van, és hozott is kézzelfogható eredményeket, például jelentősen csökkentette a haláleseteket. A menekültek még mindig ott vannak, nekik továbbra is szükségük van a támogatásunkra, ez közös elkötelezettség, mondta többek közt az uniós főképviselő. Of this common engagement. Brüsszel világossá tette, hogy meg akarja újítani a megállapodást, mert az mindkét fél számára előnyös. A Törökországgal közös nyilatkozat minden bizonnyal kiemelt téma lesz a jövő heti EU csúcson.